Március 1-től újra parkolhatnak a betegek és a látogatók a Nógrád vármegyei Szent Lázár kórház területén. Ott, ahol erre korábban is lehetőség volt, vagyis a rendelő intézet mögötti parkolóban, valamint az onkológiai központ megépítéséhez kapcsolódva kialakított új parkolóhelyeken. Mindkét helyre behajtani kizárólag a rendelő intézeti sorompónál lehet. A kórház közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, és ahogy a múltban, úgy márciustól is fizetni kell majd a parkolásért.